Magányos gólya képe fogadja a járókelőket. Sok társával ellentétben neki sikerült hazatérnie Afrikából. Mindig volt csökkenés az állományban, hiszen a természetes szelekció működik, de az elmúlt évtizedekben drasztikusabb a változás. Nagy szerepe van ebben a nagyüzemi mezőgazdaságnak, az elektromos vezetékeknek és a klímaváltozás során átalakuló táplálkozóhelyek csökkenésének, árulta el Tóth Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület irodavezetője. Az élőhelyek megváltozása miatt nagyon sok faj került veszélybe, és így a gólyaállomány is körülbelül harmadára csökkent, és nagyon sok üres fészek van. A madarak három alap életfeltétele került veszélybe: táplálkozás, védelem és a fészkelési lehetőség. A Magyarországon még fellelhető körülbelül 4000 pár gólya igyekszik alkalmazkodni a klímaváltozás és a gazdálkodás okozta aktuális helyzethez. A gólyák átköltöztek a villanyvezetékekre, és a nagy feszültségű vezetékeknél viszont nagyon sok áramütéses baleset történik, és a gólyák száma ezzel csökken. A másik pedig a biotóp vizes élőhelyeknek a csökkenése. A műfészkek nagyon sokat segítenek a hazatérő gólyákon, bár nem minden esetben fogadják el azt. A madárvédők és a természet szerető emberek igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a gólyák élethelyzete javulhasson Magyarországon, és legközelebb is szívesen jöjjenek haza.